Frontos, az lehet mondani. Névfrontos, névfront. Mert azért de... kétharmad SDS, egyharmad MDF, nem? Vagy körülbelül igen. Körülbelül igen. Úgyhogy ott hogyha, nagyon bocsánat, ilyen, résen ilyen kellett sok, lenni, ilyen sok helyszínen nagyjából ugyanazok a személyek vesznek részt, akkor mennyiben mondhatjuk azt, hogy ha mondjuk teljesen más választási eredmény születik, akkor mennyiben tudhatjuk azt, hogy más történt volna. Tehát, hogyha ahogy beszélgettünk, mindig ugyanazok a nevek jönnek elő, és leginkább az az érdekes, hogy mindig az jön elő, hogy közösen voltak itt, közösen voltak ott. Mi változott volna, hogyha más lesz mondjuk a választás eredménye? Ez a, az kétségtelen, hogy ez a társaság, ezek az emberek, ezek fiatal emberek nagyobb részt, tehát 30 és 50 közöttiek. És a rezsimbe már eljutottak valahova, de nem nincsenek a tetején. És sok mindenben egyetértenek, és utána el fog válni az útjuk. Tehát, ugye most itt van akkor előttem, elég nagy különbség lesz később Bauer Tamás, meghallgatott szakértő, és Kupa Mihály, vagy nem tudom, között. Később válni kell, de részben azért, mert jön a politika és elválaszt, részben pedig szétfejlődnek a gondolatok, hiszen az MDF közben, és ez nagyon fontos pont, megnevez egy létező, Európában létező izmust, irányt. Szociális piacgazdaság, Sozialmachtwirtschaft. Tehát ez nem kiszoptuk az ujjunkból, hanem ez egy létező irányzat, ami nem azonos mondjuk, mint amit a szakértőknek a kétharmada viszont akkor mondott volna, hogy hát piacgazdaság, kapitalizmus jelző nélkül, amit többen amerikait jelent.